Jó estét kívánunk, ez a Bánó és Bolgár, a műsor mai vendége Szentpéteri Nagy Rihárd, alkotmányjogász és politológus, és bár már egy hete hangzott el Orbán Viktor kiskörösen mondott beszéde, március 15-e alkalmából azt gondolom, hogy még érdemes erre a beszédre visszatérni, már csak azért is, mert a Hírkliknek adott interjútban tulajdonképpen úgy jellemezted ezt a beszédet, amelyet értékeltél, hogy ülj le, fiam egyes. Ezt a gimnáziumban mondták volna Orbán Viktornak, ha ott felelt volna március 15-éből, miért nem tudod legalább egy kettest elérni nálad? Köszönöm szépen, hogy erről is, vagy akármilyen másról is beszéletek, köszönöm a meghívást és üdvözlöm a nézőket. Valóban, ha ilyen kedvesen ezt szóba hoztad, azt mondhatjuk, hogy ez egy siralmasan gyenge beszéd volt, ezért nem érdemel akár kettest sem, és alig ha nem, akármelyik honfitársunk Petőfiről, vagy Petőfi kapcsán, vagy az ünnep kapcsán többet is, okosabbat is mondhatott volna éppenséggel, mint ő. Úgyhogy ez a szónoklat nem sikerült, jobb osztályzatot nem érdemelhet. Na de mi a konkrétum, ami miatt nem sikerült? Mert azért ebben az interjúban néhányat felsőt. Igen, rengeteg tárgyi tévedés is volt, ami tulajdonképpen értetetlen, hiszen olyan stáb írja ezeket a beszédeket, van szerencsém közülük néhányat ismerni, de több százas csoportról Mesélj. Van szó. Néhány tucatot ismersz, és több százas, vagy... Igen, és ráadásul... Százas nagyságrendű stáb? Hogyne. És ez a szónok, a miniszterelnök jó néhány éve foglalkozik a beszédmondásokkal. És tulajdonképpen több mint 30 éve igazából más sem nagyon csinál, mint hogy az anyanyelvén beszédeket tart. Ehhez képest, amit most mondott, az meglepő volt, mert ez olyan tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, olyan műveltségi hiányosságokról árulkodik, ami nem is az ő hibája voltak éppen, hanem a stáb hibája is. És ezért állítjuk azt, hogy ha akárki más mondta volna ezt a beszédet, ennél azért jobbat mondott volna. Itt olyan tárgyi tévedések, hogy például nem tudja, hogy 1823-ban, de akár még csak 1848-ban is hol volt a főváros a Magyarországnak történetesen. Vagy hogy olyan, hívták. Mert azt mondta ugye, hogy Budapest. Nem, főváros mondott. Igen, a főváros mondott, de arra gondolt, hogy Budapest. Igen, sőt, leginkább talán saját magára gondolt, hogy a fővárosból most ő idejött, ugye, a kis körös. Holott ugye hát akkor ugye nem Pest, Buda, mindegy. Tehát ez is, de számtalan más, legalább egy fél tucat kifejezett tárgyi tévedés volt, az összebiztosságokról már nem is szólva, ugye amikor belekeveri Lukács evangélistát, és utána Szörényi Levente dalát, amelyben arról szól az énekes, hogy nem találja helyét, és majd valakihez fog menni, aztán megtudja, hogy egy lány várja őt, és megy oda, és ezt párhuzamba állítja Petőfi kapcsán ráadásul a magyarság útkeresésével. Igen, Lukács egyenesen vezet az út, speciál a szöveget, más írta. Így van, nem jól idézi a versort, amit mindenki tud, hogy a legszeretőbb anya helyett a legszeretettebb anyát mondja, de azt is nem a versből idézi, hanem egy sírfeliratról idézi, mert az egyik beszédíró az interneten a sírfeliraton talált egy ilyen mondatot, és azt nem ismerte föl, hogy ez egy versből egy idézet, és az is rosszul. Úgyhogy maradjunk abban, hogy itt voltak tárgyi tévedések, de még ez is elment. És az ember hát nagyvonalúan kezeli ezt, és nem bántásképpen mondja az ember, hanem inkább az szúrt szemet, hogy nincs igazán mondandó. Nem is várja el az ember, hogy különösebb mondandó legyen. Hiszen itt nem azért szónokolt a szónok, mert kívánt valamit mondani, hanem azért beszélt, mert eljött a naptárban az a nap, amikor neki beszélni kell, március 15-e van. Igaz, hogy nem január 1-e, amikor állítólag Petőfi született volna, de hát ezt kicsire nem adunk. Minden esetre a helyszínen mondta el, nem is azért, mert ő elmenekült volna a fővárosból, ahogy a politikai elemzők nagy része állította, hiszen nem nincs szüksége neki elmenekülnie, a fővárosban is általában a vidékről hozott hívei vannak többnyire, ugye az egy megszervezett rendezvény szokott lenni, nem nincs semmilyen indoka, hogy innen elmeneküljön. Inkább arról van szó, hogy ott is kellett egy beszédet tartani, és azért kellett beszédet tartani, mert éppen eljött a nap. Úgyhogy nem a mondandó elmondása miatt mondta el, hanem mert mondani kellett valamit. De ha már mondani kell valamit, akkor mondjuk összefogottabban is elmondhatta volna történetesen olyas valaki létére, aki a magyar kultúrára számtalanszor hivatkozik, és az én megfigyelésem sajnos az volt, hogy nincs mondandója, semmi. Tehát az állításom voltaképpen az volt, de nem akartam ezt állandóan ismételgetni, csak interjúban kérdésre válaszolva mondtam, és most is, ha kedvesen kérdezett, azért mondom, hogy
akárki, még hogyha egy multinacionális vállalat vezetője jött volna ide, és elvárjuk, hogy valamit a magyar kultúráról azért egy benyomása legyen. Petőfiről nem tudom. Elmondta, hogy Petőfi a legnagyobb magyar költő, amit te vitatsz. Bocsánat, ő azt mondta, hogy abban van egyetértés, hogy Petőfi a legnagyobb magyar költő. Én azt mondom, hogy abban van konszenzus, hogy Petőfi a legnépszerűbb. Egyértelműen a leginkább ismert költő. Tehát mondj egy költőt, Petőfi, ezt minden magyar, ezt mondja elsőnek. De ezen túl is kellene valamit mondani. Tehát ebben, hogy a legnépszerűbb költő, ebben nincs vita. Abban lehet vita, hogy nem tudom, néhány más nagyság nem nagyobb-e, vagy mint Petőfi, de nem érdemes ezt a vitát lefolytatni, mert ezek egyaránt álló csillagok, nyilván vagy Arany János, vagy tudom, Adi, vagy József Attila a 20. századból. Ezek mind ragyognak a magyar égen, ha úgy tetszik, és nem méricskéljük, hogy melyik a nagyobb csillag. Ezek nem olimpiai bajnokságon nem sportról van szó, de az biztos, hogy Petőfit ismerik a legtöbben a magyarok, ezért különös, hogy a miniszterelnök viszont nem ismeri. És nem akár, nem tudom, Revicki Gyuláról beszélünk, vagy Rákosi Jenőről, vagy Virág Menedekről, vagy az én kedvencemről, Kisfaludy Sándorról, ezek egyaránt nagyszerű költők, nagyon nagy költők a 19. századból. Nem lehet, hogy hanem Petőfiről beszélünk, Petőfiről. Nem lehet, hogy az volt a baj, hogy kellett valamit mondani, ez nyilvánvaló. Március 15-e volt, abból az alkalomból is kellett. 200 év, március 15-e, nincs választás, tehát nem lehet fölfűzni valami egészen mai aktualitásra, ami üzenet lenne a választóknak. Igen. De azt akarta volna, és nyilván ez volt a kiadott feladat, hogy hát mutassátok meg, hogy a magyar függetlenség legnagyobb hatású harcosa, szónoka, művésze, költője Petőfi Sándor volt, csak éppen beleütköztek abba a kis problémába, hogy meghalt a magyar szabadságért vívott küzdelemben az orosz fegyverek által. És ez ugye végig nem volt kimondva, de ott volt ez a kettősség, tehát nem merte végig vinni ezt a gondolatsort sem, hogy ünnepeljük meg a magyar függetlenség eme bátor és zseniális harcosát, aki életét vesztette, hát mostani ilyen-olyan barátunk, az orosz elnök elődeinek hadserege által. Szóval talán ez a bizonytalanság nyomta rá a bélyegét az egészre, nem? Én inkább bűvöletlenséget látok itt, tehát mondani való nélküliséget. Te nagyon szépen és kedvesen, jó indulatúan, én is osztom ezt a jó indulatot, belelátsz, vagy ívet, valami mondandót. Ezt is lehetett volna történetesen mondani. Ha történetesen ezt mondta volna, én mondjuk nem álltam volna e gondolat mellé. Én 1848-49-et másképpen értékelem, mint a magyar közvélemény, de az mindegy. Amiről én szólok, az az, hogy nem volt igazán még ez sem benne. Mert ezt is végig lehetett volna vinni, nem volt kockázatos akár politikai dolgokat is belekeverni egy ilyen szónokladba, és lehetett volna mást is, lehetett volna százával mást is, bármit lehetett volna, de végül semmi sem lett belőle. És ez nem arról van szó, hogy egy ünnepi szónoklat általában közhelyszerű, általában aránytalan, kiemel olyan dolgokat, amelyek kevésbé voltak fontosak, de felnagyítja, kicsinyel olyasmiket, amik jelentősek voltak, de kicsinyét. Ezt minden szónok elköveti. Mit mondtál volna te? Érdekel azt mondani, hogy te másképp látod, és ismerlek, te egy megrögzött konzervatív vagy, az egész magyar történelmet is más szempontok alapján rendezed újjá, vagy újra. De mit mondtál volna te hasonló esetben, téged kérnek föl kiskörösen? Örömmel mondom, ezt csak még azt mondanám, hogy bármit mondtam volna én, vagy akármely honfitársunk, ugye 10 millió honfitársunk, valamit tudott volna mondani, nem magamról van itt szó, hanem arról, hogy általában az a beállítás, hogy jól lehet a szónok többnyire műveletlen szokott lenni, de azért a magyar kultúrához valamilyen köze van, és most azt mutatta meg, hogy nincs semmi. Tehát messziről figyeli a magyar kultúrát, ami Petőfit is ideértve, akire sokszor hivatkozik, és a magyar kultúrát rendszeresen említi, a magyar észjárást, a magyar sorsot, a különleges magyar történelmet, és láthatóan nincs köze hozzá, vagyis egy idegen, hogyha ez egy idegen hatalom elnyomó politikusa mondta volna el, akkor fölháborodnánk itt, hogy közülünk való mondta el, itt valamiért nem tűnik föl. Nem azt állítom tehát, hogy a politikus beszédek általában nívótlanok és ötlettelenek, mert ezek általában ötlettelenek és világos is, hát hiszen valamilyen párhuzamot kell vonni a jelenlegi események és a múlt eseményei közé, valamilyen erőltetett párhuzamot, ami vagy igaz, vagy nem, vagy benne van, vagy na nincs. Most én mondok neked egy párhuzamot, amit én teljesen meglepődtem,
amikor ő azt mondta, hogy hát a 12 pont elé odaírta volna Petőfi, hogy legyen béke. Igen, de végül is... Részben odaírta, hogy legyen béke, szabadság és egyet. Jó, de... Ez nagyon tetszik neki, mert ezt De csak ezt a legyen békét idézte belőle. De akkor mi az, hogy a 12 pont elég kellett volna? Hát azért, mert fölötte volt a nyomtatásban. Szóval azért. Hát Minester megtalálta azt a szót, amire itt most utalhat, hiszen a békepártiságát szerette volna hangsúlyozni, és az utolsó két mondatában ez meg is történt. Tehát a beszéd végül is kapott egy politikai hangot, ez rendben van. Vagyis, bocsánat, tehát nem arról van szó, hogy én mit mondanék, már is elmondanám, hogy én hogyan közelíteném meg, de az mindegy, hát én egy vagyok a 11 néhány millióból, hanem hogy a miniszterelnök, akinek ilyen... 9.600.000. De igen, csak országon belül, határon belül. Határon túliakat és esetleg az emigránsokat is hozzáveszünk, meg a vegyes házasságokat is, hát azért talán egy jobb számot tudunk mondani, de akárhogy van is, minden esetre egy csökkenő népesség, jó ideje csökkenő, tehát folyamatosan megállás nélkül, egy-két évben egy kicsit jobb a helyzet, de általában folyamatosan csökkenő, most már évtizedek óta csökkenő lakosságról van szó. Tehát ha arra kell szólni, hogy én mit mondok, én mondjuk Petőfinek tényleg a művészi nagyságát emelném ki, emberi nagyságával kapcsolatban lennének esetleg problémáim, politikai éleslátásával, politikai meggyőződésével határozott kritikáim lennének, Petőfiről beszélek most, kifejezetten tévesnek ítélem meg az ő világfölfogását, ő maga is, de mondjuk az életét adta ezért a tévedésért, csak sajnos másokat is belevittek, jó, mint több 10 000 ember áldozta az életét ezért a különös eszméért. Erről hosszan lehetne beszélni, volt már alkalmunk erről beszélni, de én mondjuk azt emelném, hogy milyen csodálatos, milyen zseniális, milyen fantasztikus, milyen önmagából eredő, milyen természetesen kitűnő költő volt, és akármelyik sort idézhetnénk. Hát szinte könnyek nélkül nehéz is beszélni arról a szépségről, ahol a nyelvnek az egyszerűsége. Egyszerűen költő volt. Ez az ember a minden pillanatában, az élete minden egyes rezdülésében költő volt. Úgy tudta magát. Erre valóban büszke lehet, nem azért, mintha nekünk. De hát erre nem egy miniszterelnök való, hogy ezt elmondja. Pontosan, tehát az érdemes mondani, hogy ünnepi szónoklatokat nem politikusoknak kellene tartaniuk, hanem a helyi papnak, vagy az óvónőnek, és akinek valami köze van az adott intézményhez, vagy az ünnephez, és így tovább. Ez egy különös szokás, hogy mindig a térség képviselőjét hívjuk, akár önkormányzati képviselőjét, hogy átadja, hogy elvágja a szalagot, és itt van, és mindig közhelyeket mond, de itt nem erről van szó. Itt nem közhelyeket hallhattunk, hanem semmit mondást érzékelhettünk, tárgyi tévedések egész sorát, egyik a másikból következően tulajdonképpen, és egy olyan távolságot a tárgytól, ami megdöbbentő e földből született, e földben gyökerező magyar miniszterelnöktől. Ezt még a magyar miniszterelnökök sorában is egy különös helyzet. Ez tehát itt nem arról van viszont szó, volt egy nagyon érdekes dolog rosszak, az, hogy ezúttal, jobban. Ha most összehasonlítod a tavalyival, amelyik a múzeumkertben volt, ezúttal elmaradt a brüsszelezés, elmaradt a soroshozás. Igen, de ennek nem hogy személyes okai vannak, hogy most ő nem. Hát arra van szó, hogy most nem volt erre szükség. Most azért, mert nagyon sokat beszélt újabban. Ráadásul... Jó, hogy korábbi beszédeiben ezt állandóan fölhoztak, úgy gondolod, na most már március 10-e. Március 10-e jött, azt nem lehetett áttenni áprilisra, az jött. Mondani kellett valamit. Csak hogy amiket eddig el akart mondani, ezekben a hónapokban, azokat már bőven elmondta. Mostanában ez a szónok, a miniszterelnök rengeteget beszélt, többet, mint szokás volt. Korábban kerülte a sok megnyilvánulást, mert ezek ismétlődők, ellentmondásosak és unalmassá válhatnak. Itt most rengeteget beszélt, emlékeztethetjük az évértékelő beszédére, a parlamentben elmondott beszédére, ez már kettő, az évvégi nemzetközi sajtótájékoztatójára, és itt tovább az iparkamara ülésén elmondott nagyívű beszédére, ezek mind több hosszú, nagyívű beszédek voltak, és már elmondta azt, amit mondani. Na, de akkor mit fog mondani a következő beszédeiben? Visszatér a brüsszelezéshez? Persze, hát ezek a panelek mindig segítenek. Tehát, hogyha nincs mondandó, akkor előjöhet a soroshozástól kezdve a migránshozásig, és így tovább, ez világos. Ha már az ő világfelfogásáról beszélünk, a magyar kultúrához nincs köze, ezt érzékelhettük, ezt most bemutatta, de az azért különös, hogy a világot miként fogja föl, hogyan írja le. És ebben jó lehet nagy előkészületekkel, nagy ívű beszédeket szokott tartani az utóbbi hetekben, mégiscsak vannak ellentmondások, és mindig az különös, hogy milyen érdekes, hogy erre csak most jön rá, amit ön mondja, hogy miért nem hónapokkal ezelőtt mondta ezt, és sok esetben a megelőző beszéde más hangsúlyokat kapott, és ellentmondásba került
a következő beszédével. Például, amit a gazdaságpolitikáról mondott, csak az utóbbi 3-4 hónapban, ott 3-4 különböző ellentmondásba keveredett a megelőző beszédben mondottakhoz képest. Vagy amit a világ helyzetéről mondott, hogy történetesen, hogy Magyarország rosszul jár, hogyha valamilyen blokknak a szélén van, és aztán később kiderült, hogy már Ukrajna is fölvétetődik valamikor az EU-ba, és talán még a NATO-ba is. Sőt, egy majd új meglátjuk. Világszerkezet új, alakul világszer... ki, egy lengyel-ukrán központtal, amely ellensúlya lesz Németországnak, Franciaországnak. Igen, szóval ez nagyon különös volt, csak hogy ez ellentmondásban állt azzal, amit egy hónappal korábban mondott, amikor ne, akkor ne, és ez föl kell valamiképpen ismerni ezt. Az rendben van tehát, hogy események vannak, az eseményen beszélni kell, ha van mondandó, ha nincs, valamit mondani kell, elé raknak egy papírt, amit jó-rosszul felolvas, és ezt csináljon évtizedek óta, ez mind rendben van, mindenki ugyanezt csinálja, ezt értelmetlennek érzékelem ezt, nem így kéne az ünnepeinket rendezni, de rendben van. De itt most nem erről van szó, itt arról van szó, hogy nincs mondandó, és hogyha van mondandó, az vagy tárgyi tévedéseket tartalmaz, vagy ellentmondásban áll, sokszor még az adott beszédben előbb, korábban elmondottakhoz képest, lehet, és nem beszélve egy korábbi beszédről. Nem lehet, hogy kezdi beleélni magát abba nem miniszterelnöki szerepbe, hanem miniszterelnök vagyok, a világ talán legrégebben, vagy majdnem legrégebben hivatalban lévő vezetője vagyok, aki sokkal jobban értem a világ fejleményeit, mozgását, mechanizmusát, nem csak Magyarországgal kapcsolatban, hanem az egész világgal kapcsolatban. Mindenkinek elmondom, hol itt, hol ott, hol amott, és mindenki csodálattal néz rám, hogy hát ez a miniszterelnök, hát ez sokkal többet tud a világról, mint úgy általában ezek a vacak kis hivatalnokok szoktak, és egyszer csak beleélte magát ebbe a szerepbe, ebből következik a rengeteg önellenmondás. Ez így van. Ez pontosan így van. Ráadásul az egész rendszer egy hazugságra épül. A hazugságok sok esetben egymáshoz képest is hazugságok, ez nagyon különös. Hát nem beszélve, hogy az évértékelő beszéde az tényleg egy különös szónoki teljesítmény volt. Ott szó szerint minden mondatnál meg lehetett volna állítani a fölvételt, és azt mondani, hogy nem, hanem, és két-három ponton az előző mondatban elmondottakat kijavítani, és azt mondani, hogy nem így van, hanem ennek az ellenkező igaz. És egy mondaton belül is, 3-4 esetben is adott esetben. Volt néhány olyan mondat, ami elment, és utána a következő mondatban megint volt egy hazugság, aminek éppen az ellenkezője volt az igaz. És a következő mondatban ismét. És amikor az egészet értékeli az ember, akkor a hazugságok egy olyan tengerében, olyan óceánjában fürdik, hogy nehéz onnan kievészkelni, hogy kiemelni ezt vagy azt a hazugságot, mert voltak éppen az egész is egy alaphazugságon alapszik, és ezek az alaphazugságok ismertek, hogy az EU-n kívül is van élet, hogy a nem alkotmányos demokrácia jobb, mint az alkotmányos demokrácia. Ezek hazug állítások, ezek nem igazak, a történelem nem igazolta, morálisan is akceptálhatatlan állítások, és itt van, hogy Moszkva, Isztambul, Berlin, ezek mind, még a kompország is, tehát maradjunk abban, hogy amiket állít, mert nehéz kihámozni, hogy valakiben mit állít, hiszen egy hónappal korábban mást mondott. Ez egészen világosan, textuálisan bebizonyíthatóan lett, hogyha lenne idő, energia és különösen pénz. Ezt nagyon szépen nem összevágni, hanem nagyon szépen egymással szembeállítani a miniszterelnök mondatait a miniszterelnök mondataival. Nem az én vagy a ti mondataitokkal, vagy az igazsággal önmagában, bár az objektív igazságban is hinnünk kell, nem, de hát keresztények hisznek az objektív igazságban, nem, de. Mondjuk itt a kereszténységgel is gond van, tehát a Lukács evangélista, ott a Szörényi Leventé, ez nagyon nem. Arról nem is beszélve, hogy olyanokat állított, hogy Petőfi, még, tehát szerencséje volt, hogy meghalt, és mégsem meg, hogy nem keresztény dolog. Tehát minimum, amit állíthatunk, hogy a szónok nem keresztény, és hogyha nem keresztény, de azt szeretném mutatni, hogy ő az, akkor ajánlható neki, nem, de hogy tanulmányozza a kereszténység nem a legbonyolultabb, hanem a legalapvetőbb tanításait, és ehhez tartaná magát, akkor minden esetre egy koherencia azért kijönne a beszédeiből. Tehát ezt foglalóan azt mondhatjuk, hogy az rendben van, hogy ezeket a beszédeket végig kell hallgatni, ezek protokolláris események, itt mondani kell valamit, ha van mondandó, ha nincs, de itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ez olyan közhelyszerű és önellentmondásos volt, mint általában a politikusi beszédek nagy ünnepeken, hanem arról van szó, hogy bárki ennél jobb, értelmesebb beszédet mondott volna, mint amit itt hallhattunk. És valóban azt hiszem ez a szerep, hogy ő tehát megmondja a dolgokat, ha kell, ha nem megmondja, csak hogy éppen amit mond, az szemben áll azzal, amit korábban mondott,
amit évtizedekkel korábban mondott, az persze tehát egyértelmű a szembenállás. De sok esetben még egy-egy beszéden belül is vannak ellentmondások, mint például az évértékelő beszéde, amely mondjuk egy iskola példája volt. Ami a március 15-i ünnepséget illeti, és most túllépek Kiskörösön, és közelítek a fővároshoz, amelyik ugyan még nem volt főváros 1848-ban, de itt volt egy másfajta megmozdulás, volt egy civil sugárút nevű kezdeményezés, ahol diákok, tanárok és még sokan mások fölvonultak, ahol Karácsony Gergely mondott egy beszédet, és akkor ezt a felvonulást, ezt a megmozdulást tulajdonképpen Bencsik András a Hír TV Sajtóklub című műsorában hát lesvábbogarazta, ugye azt mondta, hogy hát itt, ha a jobb oldal kimegy, kitódul vidékre, akkor kijönnek a svábbogarak, és elárasztják Budapestet, mert cincognak az egerek, ha a macska nincs itt. A másik pedig, hogy amit a fővárosról, a főpolgármester beszédéről mondott, hogy Budapest köztársaság marad majd a jövőben is, arról meg az jutott az eszébe, hogy hát itt nincsenek magyarok Budapesten, csak emberek vannak, akik ha kimennek a házból, akkor odahánynak, ahova akarnak. Szóval hova jutottunk el az egymás gyalázásában, hogy Bencsik Andrásnak, aki mint tudjuk köztudomásulag az oroszoknak drukkol, mert ezt is elmondta ugyanebben a műsorban korábban. Tehát, hogy ilyen gondolatok jutnak az eszébe. Tehát vége a kulturált vitának? Igen, egyértelműen vége van. Ez egy gerjesztett jelenség, tehát ez nem egy magyar fátum, vagy nem etel közben jött ránk ez a sors. Nem a Marsról hoztuk, hanem ez egy politikailag gerjesztett szembeállítás. A nyelvnek mindig radikálisabbnak kell lennie egyértelműen, a megmondó emberek esetében, nem a miniszterelnök esetében, hanem a mögötte, az alvezérek esetében már igen. És minél lejjebb megyünk ebben a piramisban, minket ugyanez a piramis nem érdekel, de őket igen, és az említett beszélő is tudja, hogy hol a helye a piramisban. És ilyeneket kell mondania, attól figyelnek rá, attól... Igen. Attól igen. Lesz véleményvezér. Attól érzékelteti, hogy mi is a kormány álláspontja. Igen, igen, valóban így van, és mivel gondol... De nem hiszem, hogy ezért a kormány álláspontja az, hogy itt svábbogarak vannak Budapesten. Az emberek svábbogarak? Nem. Szóval, ha már itt tartunk, itt ott is volt ennek a megszólalónak a mondandójában, és voltak adott esetben ellentmondások, nyilvánvalóan az ellenzéki közönség nem azért mehetett most az utcára, mert a miniszterelnök, a macska nem volt Budapesten, hanem vidéken. Ha a miniszterelnök a Kossuth téren lett volna, vagy a múzeum kedve, akkor is kiment volna a közönségnek, sem értelme. Hogy nem magyarok lettek volna, hát csak emlékeztetek arra, hogy 1848. március 15-én a közönségnek, az utcára menő közönségnek egy nagy része ugyancsak nem magyar volt, hanem töltesen német nyelvű volt, ezeknek egy jelentős része nem is tudott, egyáltalán nem tudott magyarul 1848. március 15-én Pesten és Budán. De nekik mind... aztán hiába szavalták el a nemzeti dalt. Még magát a nemzeti dalt is lefordították németre nagyon különös módon, méghozzá a mi fordításban, mert az, hogy a 12 pontot németül is kinyomtatták, az világos. Azért, hogy értsék egyáltalán a közönségnek, mert még nem egyszerűen arról van szó, hogy a közönségnek egy jelentős része kevésbé tudott magyarul, hanem jó néhányan nem tudtak egyáltalán, tehát ahhoz, hogy mégis tudják, hogy miről van szó, ahhoz ki kellett nyomtatni németül is a 12 pontot, és bizony a nemzeti dalt is azonnal le kellett fordítani, és ez is később ugyan, de kinyomtatódott. De ezek részletkérdéseket a korszak ismerői ezt tudják, akik nem annyira ismerik, azok nem tudják, de nem is kell tudni, nagyjából egészében azt a mítoszt kell ápolni, hogy itt valami jelentős megmozdulás történt. Én jelzem, hogy nem történt jelentős megmozdulás 1848. március 15-én, de különösen a magyar történelem összefüggéseit illetően, de ez az én konzervatív véleményem. Ami a tényeket illeti azonban az, hogy itt valóban egy pszichológiai kérdésről van szó, emberi dolgokról van szó. Az említett megszólaló sok mindent mondott már, ez a minimum, amit lehet róla mondani az elmúlt mondjuk így 41 néhány évben, amióta a munkásságát figyelhetjük. Volt olyan korszaka is, amikor olyan eszméknek hódolt, amelyek közel álltak a kommunista gondolatokhoz. Elmondhatjuk azt, hogy volt olyan korszaka is, rövid korszaka, amikor olyan gondolatokat
melengetett, amelyek közel álltak azokhoz az akceptálhatatlan eszmékhez, amelyeket a szélső jobboldal képviselt a 20. század egy korszakában Magyarországon is. Most ezeket a gondolatokat, amik az ő fejében vannak, összeköti minden esetre az, hogy igazodás történik a hatalomhoz. Ahogy mondtam, a legjellemzőbb megszólalóra és más megszólalókra is, hogy pontosan tudják a helyüket, azt is tudják, hogy mennyi pénz, bocsánat, hogy mondom, de közpénz van a zsebükben, és hogy ezt milyen érdemekért szerezték, és ez hogyan viszonyul a többi ember, a piramis, a többi szolgáló ember hatalmához és pénzéhez. Ezt kívülről az ember nem tudja megítélni, de belülről ez pontosan megítélődik. Itt zavaros gondolatok hangzottak el, és akceptálhatatlan gondolatok, de itt nem fölháborodni kellene, inkább hát tapintatosan beszélni róla, és elfogadni, hogy ez a helyzet. Most ide kerültünk. Ha itt március 15-éről egy kicsit eltávol, és hát ugye az idő megy, mi is távolodunk már tőle, meg ez a beszéd, mint ahogy mondtad, nem is volt olyan fontos semmilyen értelemben, de az fontos, és akár ebből a Bencsik megnyilvánulásból, meg a hozzáhasonlókból is látszik, hogy ez a rendszer kiépült. Ez az Orbáni rendszer, ez teljes mértékben uralja a magyar életet, a magyar közéletet, gyakran a magyar magánéletet is, a magyar kultúrát is, a gazdaságról most nem beszélve. Szóval az, hogy politikai vezető szerepe van, és irányítja a kormányzatot, a hatóságokat, az egy dolog, végül is egy demokráciában így szokott lenni, de ez messze túlment azon, és kiépített egy majdhogy nem totális uralmat. A periférián meghagyott még neki ellentmondókat is. Igen. Ez azért szép, lehetett volna még ennél durvább is. Még de a kérdés az, hogy lesz-e, van-e még tovább, van-e ennek a rendszernek egy olyan önmozgás, hogy akár akarják most, akár nem, ezt totálissá kell változtatni, mert nincs olyan pont, hogy itt álljunk meg, és ne tovább. Egyértelműen igen a válaszom, úgyhogy olyannyira igen, hogy lassan itt meg is állhatok a válaszsal. Valóban. Egyrészt a rendszer természet rajzához tartozik, hogy mozgásban van, vonul egyik pontból a másikba. Jó néhány úgynevezett hibrid rezsim vonult a diktatúrából a demokráciába. Ez a rendszer történetesen a demokráciából indul ki és megy egyre inkább a másik pontig, és természetesen még nincs ott, de nagyon világos, hogy mi az irány, és amit ma mondunk, az kevés ahhoz képest, amit holnap kellene a rendszerről mondanunk, és több annál, mint amit tegnap kellett volna mondanunk. Itt mozgó célpontra lövünk, egyértelműen egy hazadás iránya egyértelmű. A rendszer utolsó napján, amikor majd összedől, ha úgy lesz, majd meglátjuk, vagy nem látjuk, meg azt meglátjuk, akkor is befele fogunk menni, a legutolsó napon is befele megyünk a rendszerbe. Itt a rendszernek van egy természetesen egy önmozgása. Egyrészt másrészt a szereplők is valahogyan ilyenek, tehát mi az előbb a nyelvhasználatról beszéltünk, hogyha egy radikális nyelvhasználatot ütünk meg, akkor holnap ahhoz, hogy a probléma súlyosságát hangsúlyozok, már egy még radikálisabb nyelvhasználatot kell megütnünk, és holnap után már az sem lesz elég, és akkor jönnek a trágárszavak, de a trágárszavak sem elegendőek már holnap után, hanem akkor már még jönnek akkor már még a tettek. Igen, igen, világos, és ennek van egy csomó nemzetközi példája, hát nem magyar találmány ez a rendszer, egyáltalán nem, tehát tulajdonképpen kis túlzásra szóval semmi innováció nincs benne, ezeket már mind láttuk. Vannak egyértelmű patenek, mintázatok, amelyeknek a megismétlését látjuk most itt a Kárpát-medencében, de ezt más kontinenseken is láthattuk, és azért az is kijelenthető, hogy vannak olyan vezetők, Putyin esetében nyugodtan elmondhatjuk, akik még régebben ülnek ott, ahol ülnek, még akkor is, hogyha a pozíciók sok esetben változott. Szóval a rendszernek van az önmozgása, nem akarom túlzottan ezt ragozni, valóban egyre mélyebbre megyünk a rendszerbe, és egyre nehezebb a föllépés a rendszerrel szemben. Lehetetlen? Igen, tehát igenis, meg nem is, hogy a kedvenc válaszunkat mondjuk. Tehát egyfelől ez a rendszer nem engedi meg, hogy megbukjék. Az bármit megenged a rendszer, de az, hogy ez a rendszer összedőljön, tehát az, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, ez megengedhetetlen a rendszer számára. Hogy a rendszer ezért van, erre épült ki. Ugye, tehát a hatalom miért van? Ugye, hogy mindenféle ideológiát, politikai célokat, szándékokat az elemzőknek a sihere hada belelát ebbe, az szánalmasan figyelem. Itt az önmagáért való hatalom érzete
érződik itt, és ez természetesen pénzzel is jár, mert ahogy említettük, a szereplők, már pedig több tízezer szereplőről van szó, a rendszer működtetői, egymást is figyelik, méricskélik, ha voltak éppen, ezért azt kell mondanunk, hogyha valaki nem kívánna jelentős vagyonokra szert tenni csak hatalomra, azt sem engedheti magának, hogy vagyonra ne tegyen szert. A vagyon és a hatalom együtt kell, hogy járjon ebben a rendszerben, olyannyira így van ez, hogy a totalitárius rendszerek időnként megengedhették maguknak, hogy gazdaságilag racionálisak legyenek, ez a rendszer nem, mert ez a rendszer, még ha véletlenül gazdaságilag racionális döntést hoz is, akkor sem ez az elsődleges célja, ez legfeljebb per tangentem, a féle side effectként éri el, a legtöbb esetben nem, éppen az ellenkezőjét érje, mert ez a rendszer arra irányul, hogy a következő választást is megnyerjék. Tehát az, hogy 2026-ban ez a rendszer megbukjék, az teljesen elképzelhetetlen. Az ellenzék számára az egyetlen remény az, hogy maga a rendszer kiszolgálói ugyanakkor furcsa módon tartanak attól, hogy esetleg veszíthetnek. Ez nagyon különös. Tehát, hogyha a rendszer természetrajzáról kellene beszélünk, erről kéne beszélnünk a legtöbbet. Egyfelől tehát olyan betonbiztos a hatalom, hogy semmi szín alatt nem veszíthető el. Másfelől azonban a betonbiztos hatalomban ülők tartanak attól, hogy esetleg mégis elveszíthetik. Ez halatlan. És mivel őnekik az ő szívükben, jó néhányukat személyesen van szerencsénk ismerni, a szívükben ott van ez a félelem, hogy esetleg elbuknak. Ezért ez mondjuk reményt ad az ellenzéknek, vagyis azt mondom, hogy nem váltható le, és mégis előfordulhat olyan eset. Politikáról van szó, és itt másnapra, lehet, hogy mire ez az adás, vagyis ez a fölvétel adásban megy, azóta akkor már megváltozik. Na, milyen optimistára nagyon, vagy pessimista, vagy pessimista. Tehát most tényleg, és ez nem ijesztgetésképpen. De ez már ma este adásba kerül, úgyhogy a másnapot. Sosem, semmit nem tudunk, hogy lesz, de azt még akár ma is kiderülhetnek dolgok, nem mintha én tudnék bármiről, de az világos, hogy nem csak a belpolitikában történhetnek esetleg események, hanem olyan világban élünk, de hát ezt minden alkalommal elmondhatjuk, de most különösen. Egy veszélyes világban élünk, ahol a nemzetközi helyzet fokozódik, hogy ilyen tréfásan mondjuk, tehát itt változhatnak az erőviszonyok, és olyan nyomás neheződnek belpolitikai szereplőkre is, olyan nyomások, amelyeknek a következményeit egyelőre nem tudjuk, ki tudjuk számolni, vagyis a legbiztosabb állításunk az, hogy a rendszer szilárd és fenntartja magát, de még ezen állítás mellett is kimondható az, hogy előfordulhat olyan pillanat, amikor ez mégsem lesz igaz. Vagyis a jövőre nézve, hát természetesen legfeljebb csak jósolhatunk. Minden esetre én nem a rendszer illetően, hanem a magyarság hosszú távú esélyét illetően rendkívül pessimista vagyok, kifejezetten vészmadárnak érzem magam, mert na, ez a... ezt fejtsd ki. Igen, ez a... Mondjuk az, hogy a magyar kultúrában... kis nemzetek, kis országok veszélyben vannak ebben a mai világban, de korábban is veszélyben voltak, ezt úgy általában értjük. De most hirtelen miért ez a... Igen, valami olyasmit mondani erről, hogy ez a kormánypolitika, és akkor a rendszeren belül kell értelmeznünk természetesen a kormány tevékenységét. Ez a külpolitikai irányvonal, ez a megszólalás, ez a nyelvhasználat. Ez öngyilkos, ez nyilván van. De nem úgy van, hogy lehet így is, tehát még van esélye, hogy ebből ez legyen. Nem, ez egyértelműen vezet egy súlyos irányba. Itt nagyon szomorú perspektívák nyílnak meg. Ha ez így történik holnap is, holnap után is, már pedig a beszélők megszólalásain ez látszik. Ez egyértelműen ennek az ezer éves országnak jó, ez kivek, ez egy, nem, ki lehet nem magyar mondani, érdek. Sokan már ki is meg. Mondják, hogy nem elképzelhetetlen az, hogy Orbán kivezeti Magyarországot az Európai Unióból, vagy kivezeti, vagy hagyja, hogy kiessünk onnét, tulajdonképpen mindegy. De erre azt lehet mondani, hogy hát az Európai Unión kívül is, ahogy a nagy ember mondta még évtizedekkel ezelőtt, van élet. De, nincs. De itt van Szerbia mellettünk. Igaz, hogy ő befele akar jönni, de hát azért tudjuk, hogy akar befelé jönni. És léteznek, ott vannak emberek, vannak speciál magyarok is. Létezik az az ország, nem omlik össze gazdaságilag, vannak szörnyű helyzetben lévő országok. Igaz, itt van az örök példám Argentína, igaz, hogy messze van. Százvalahány évvel ezelőtt a világ egyik legfejlettebb országa volt, azóta gyakorlatilag első világháború óta csúszik lefelé, elmúlt évtizedekben szintén folyamatosan, hol így, hol úgy, hol botrányok, hol diktatúrák, hol egyéb gyalázatok miatt, most is az infláció több mint 100%-os. De élnek, és boldogok, amikor megnyerik a labdarúgó világbajnokságot, vagyis Argentína él, argentinok vannak, Argentína nem szűnt meg,
Pedig azt lehet mondani, hogy hát ha van ország, amit el lehet temetni, az itt van Argentina. Életképtelen, és mégsem az. Tehát Magyarország miért lenne az? De bocsánat, kérlek, tehát az az állítás, hogy egy ország nem szűnik meg, hát nem szűnik meg. Hát van labdarúgó csapata, amelyik különösen, hogyha ilyen játékosok beláll, nem kell a világhírű játékos nevét mondani, mert az egész csapat kiemelkedő képességű játékosok beláll a legutóbbi világbajnokságon. Tehát nem az az állításunk, hogy Magyarország ilyen néven, ilyen entitásként nem lesz többé, hanem hogy nem lesz az az ország, ami ennek szerettük, ideértve a miniszterelnök állítólagos szeretetét is. Tehát a hatalom az ország iránti elkötelezettségét hangsúlyozza, de az ország érdekeivel egyértelműen, polárisan, szembe menően cselekszik. Lesz Magyarország, ugye, ha még lesz emberiség, egy jó ideig még viszonyosan lesz, és ez a nyelv, már csak azért, mert más nyelven a magyar közönségnek egy nagy része nem is nagyon tud vagy tanul, ez fönnmarad. Más kérdés, hogy milyen névon, mert a nyelvhasználat nívója is rendkívül romlik, ez is egy folyamat, ez is világosan látszik a tendencia, hogyha itt is szörnyű perspektívák nyílnak meg, de minden is Magyarország lesz. Itt az a kérdés, hogy Magyarország mennyiben, nem csak mennyiben lesz világpolitikai, vagy akár európai, vagy a térségbeli tényező, mert az világos, hogy nem lesz, hogyha ezen az úton megyünk tovább. Bár épp a Magyarországnak a világpolitikai, vagy európai politikai tényezőségét van hivatott alátámasztani az, hogy itt mi megmakacsoltuk magunkat Svédország és Finnország NATO tagságának megszavazása ügyében. Mindenféle hülye indokokkal húzzuk, most már több mint 8 hónapja. Olvastam ma azt, hogy a svájci közmédia is föl van háborodva azon, hogy míg az adótörvényt, mondjuk a katatörvényt egy nap alatt átvették, majd egy nap alatt legyalulták az orvosi kamarát, 8 hónapja húzakodnak ebben a felvétellel. És most úgy néz ki, hogy hát akkor majd lehet, hogy a finneket fölvesszük, a svédeket nem vesszük, és akkor itt húzzuk a nem létező kötelet, és akkor egyszer csak jön egy NATO főtitkár, Stoltenberg, aki ahelyett, hogy a korábban meglévő gyakorlatot folytatná, hogy egységesen, egyhangú részvétellel vagy határozattal lehet összehívni, most pontosan nem tudom azt a testületet. A NATO-Ukrajna bizottságot. Magyarok mindig keresztbe feküdtek, erre úgy döntött a Stoltenberg, megmondta a Seattle, én akkor is összehívom. És összehívja április első napjaira. És akkor a magyarok nem tudnak mit csinálni. Persze. De végre úgy bánnak velünk, ahogy kellett volna 10 évvel ezelőtt. Hát igen, de most ez ugye de facto nem NATO-tagság, ugye? Tehát papíron NATO-tag Magyarország, de már eddig is az utóbbi években egyértelműen megfigyelhetően, ráadásul tendenciaszerűen. Egyre kevésbé tájékoztatják a magyar vezetőket arról, hogy a katonai nem bíznak benne, mert tudják, hogy orosz érdeket szolgálnak. Az a tény tehát, hogy Magyarország nem siet minimum ratifikálni Finnország és Svédország NATO csatlakozását, ez nem magyar érdek. Ennek ellenkezője a magyar érdek. Magyar érdek az lenne, hogy mielőbb ratifikálni e két ország NATO csatlakozását. A NATO bővítés magyar érdek. E két országgal különösen magyar érdek. Még más országokat is lehetne mondani, ami jó lenne Magyarországnak. Ez a magyar érdek. És ezzel szemben van az, amit a kormány képvisel. A magyar kormány nem a magyar érdeket képvisel, hanem a magyar érdekkel szemben menő érdeket képvisel. Ez természetesen orosz érdek, sőt nem is orosz érdek, igazából hanem Putyin személyes érdeke. A magyar kormány tehát a Putyin személyes érdekét képviseli szemben a magyar érdekkel. A magyar, hogy tetszik, kis túlzással szóval, 1000 éves érdekel, de nem is olyan nagy túlzás, amit most itt mondtam. Itt valóban ebből a perspektívából kell nézni ezeket a dolgokat, de még hogyha a napi politika perspektívájából nézzük is, akkor is. Ez nem magyar érdek. Hogy lehet megbolondítani a magyar társadalmat ezzel, miközben azt még a legkevésbé tájékozott ember is szinte zsigerileg érzi, hogy hát mégiscsak jobb nekünk ott azok környezetében, azokkal szövetségben, mint az oroszok közelében. Hát ez úgy benne van a magyar zsigerekben. Igen. Nagyon jó a kérdés, de fordítva is föl lehet tenni. Hogy lehet az, hogy nem lehet megbolondítani a magyarokat? Meg lehet, nem azért, mert magyarok ilyenek, más népet is meg lehet. Megint csak százával lehetne a nemzetközi politikából hozni példákat. Egy nem létező háborút képesek vagyunk háborúnak fölmutatni. Ezek a 20. század példái mutatják, hogy a társadalmaknak egy jelentős része azért képes elhinni a legőrültebb propagandát is,
mert nem föltételezi, hogy ennyire nem igaz. És morális alapja is van ennek. Egyszerűen a közönségnek egy jelentős része, a közép-európai közönséget különösen idéértve, egyszerűen nem tudja elhinni, hogy ilyen gazemberség történik. És ezt a 20. századból számtalan példát mondhatunk. És a szakirodalom is jelentős ennek a kérdésnek a szakirodalma, ugye a szociálpszichológiai kérdésekről van szó, hogy a rendszerek mindenek előtt annak köszönhetik, az ilyesfajta rendszerek annak köszönhetik a fönnmaradásukat, a létüket, hogy a közönség egyszerűen jobb. Jobb, mint amit gondolnak róla, vagyis, hogy a közönség jobbat föltételez a hatalomban lévőkről, mint amilyenek valójában, és a legszörnyűbbeket, és most a 20. századból hoztatnánk példákat, a legszörnyűbb vezetőkről is jobbat föltételez, mert azt egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ennyire gonosz lenne. Ez a morális része. De a butaság vagy okosság része is, tehát intellektuális részét is kiemelhetjük, a magyar közönségnek a jelentős része nem tudja elképzelni azt, méltán, és ezt dicséretképpen mondom a magyar közönségre, amelynek mindannyian részei vagyunk, én magam is, ide sorolom magamat a magyar közönség részeként, hogy egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy ennyire szembe menjen a magyar érdekkel egy politika, biztos van benne valami, biztos valami okosság azért van ebben. De sem okosság, sem erkölcsösség nincsen benne, az igazság ezzel szemben az, hogy ez egy nemzetvesztő politika, mondjuk így durván hangzik, de sajnos ennél szebben nem igen lehet mondani. Köszönjük szépen Szentpéteri Nagy Rihárdnak, hogy itt volt, és mindezeket elmondta. Önöknek is köszönöm a figyelmet. A Bánó és Bolgár következő adásának vendége, Pecsnik Mária Zita közgazdász lesz. Viszontlátásra!